Horvát és magyar résztvevőkkel tartotta konferenciát a Baranya megyei önkormányzat dísztermében Pécsett. A találkozó központi témája egy határon átnyúló projekt, mely az állatkerteket érinti. A program célja olyan innovatív megoldások alkalmazása a környezetvédelem területén, mint például a körkörös gazdaság. Emellett az oktatásra is figyelmet fordítanak. Kővári János szerint a vadasparkok, bár nem feltétlenül természetvédő helyek, alkalmasak a szemléletformálásra, a gyerekek, a fiatalok és a családok körében is. Megismerjék azt, hogy az állatokat hogyan kell gondozni, segíteni, hogyan kell a természetben hozzájuk viszonyulni, hogyha kint találkozunk velük, aminek én sokkal jobban örülnék, mint hogy ketrec mögött. Minden esetre ez is egy jó alkalom arra, hogy megtanuljuk a helyünket a természetben, és ennek megfelelően alakítsuk ki az életvitelünket. A projekt fő elemeként a Pécsi Állatkertnél, mint a program partnerénél egy elektromos autó beszerzése történik. Ezzel be tudják gyűjteni a nagykereskedelmi láncok által felajánlott, el nem adott és hulladékként kezelendő zöldség és gyümölcs maradványokat. Ezeket akarjuk egy zéró károsanyag kibocsátás mellett begyűjteni, és a megsemmisítésre úgy gondoskodni, hogy egy részét a továbbhasznosításba az állat nyilván megeszi, és a felmaradó hulladékot pedig úgy semmisítjük meg, hogy gyakorlatilag nulla lesz a kimenő hulladékunk, hiszen egy gyors komposztáló eljárás keresztül ezt visszaforgatjuk az állatkertnek a talajába, növényesítésre folyó kifutó felújításra. A program másik partnere az Eszéki Állatkert, ahol egy fa hulladékot feldolgozó, a fűtésről gondoskodó kazánt szereznek majd be. Ezen túl pedig a gyermekek oktatása is nagy hangsúlyt kap.